Kezdetben gyógynövényként termesztették és használták a tormát, amely egyéb más tulajdonságai mellett javítja az emésztést, tisztítja a légutakat, de a vérkeringést is kedvezően befolyásolja. Húsvétkor van rá a legnagyobb kereslet, de ősszel is keresik. Ősszel a cékla szezonban, amikor szeretnék eltenni savanyúságnak a céklát, tormadarabokkal szeretik megtüzdelni a kis konzervet, és akkor is nagyon keresik, akkor viszont még nem nagyon van, mert nem szedik fel a földből, inkább november-decemberben szedik ki a földből a gazdák a tormát. Ezen a piacon a vásárlók kisebb darabokat, 10-20 dekás szeleteket vesznek. A tormát azt általában a csülökhöz vagy csonkához szokták. Van, aki inkább a kényelmesek az emberek az üveges, de viszont az finomabb a házi, amit lereszelnek, de viszont az intenzív, erős, és azért kicsit óvokodnak tőle az emberek. Hát mi általában a kolbászhoz mustárt, tormát szoktunk adni, meg a csülökhöz. A torma hetekig megőrzi csípős aromáját. Fogyasztása bármennyire is egészséges, kismamáknak és vesebetegségben szenvedőknek nem ajánlott túlzott mennyiséget fogyasztani belőle. Mondjuk húsvétkor a sonkához nagyon finom a torma, nem is lehet elképzelni a nélkül. Meg én szeretem a virsit, néha főzök virsit, és azon is nagyon jó a torma. Tehát tulajdonképpen egy egészséges, és mindenhez jó. Tehát lehet az bármihez, mert fogyasztani mindenhez nagyon jó. De legjobban szerintem a sonkához húsvétkor. A húsvétkor fel nem használt torma még hetekig megőrzi frissességét a hűtőben. Ezt követően el is ültethető, így aki kertes házban él, jövőre már a saját termesztésű tormáját reszelheti a húsvéti sonkához.